Jó estét kívánok, aktuális című magazinunkat látják. Október 15-e a látássérültek nemzetközi napja. Az úgynevezett Fehérbot napját azzal a céllal hívták életre, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére. A világnap kapcsán Ádász Istvánnal beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kezdjük. És akkor kezdjük azzal, hogy mit is jelent a Fehérbot napja. Elsősorban az Egyesület, az Országos, illetve a Békés Megyei Egyesület számára. Ugye ez a Fehérbot nap, ez egy nemzetközi világnap, amikor eldöntötték, hogy a Fehérbot használatával fogják fölhívni a figyelmet arra, hogy látássérült emberek is élnek közöttünk, és ugye ez az egyik legjobban megkülönböztethető eszköz a közlekedésünk során. És hát a megyei, illetve az országos rendezvények ennek a keretében zajlanak. Azt el szeretném mondani, hogy az Országos Szövetség az egyik olyan szövetség, amelyik 100 éve működik, az idén ünnepli a 100 éves fennállását, és ennek alkalmából egy centenáriumi év van, illetve most majd október 15-től egy Fehérbot nap hete lesz Budapesten különböző programokkal. A megyében pedig a Békés megyei tagoknak a Fehérbot napi ünnepsége már október 6-án megtörtént, illetve azoknak az embereknek, akik véleményt formálnak, a vezetésben vannak benne, azoknak egy plusz a tagságnak, meg az érdeklődőknek. A megyei könyvtárban lesz egy irodalmi délutánunk, amelyek a centenáriumra írott vakköltők, látássérült íróknak a műveiből lesz, és ott két sorstársunknak a műve is el fog hangzani, a Jókai Színház művészeinek az előadásában, Komárom Ernest vezetésével. És akkor egy kicsit beszéljünk arról, amely céllal létrejött ez a nemzetközi nap. Mégpedig az, hogy föl kell hívni az önök sajátos helyzetére a figyelmet. Ez mennyire működik, hiszen talán mondhatjuk azt, hogy egyre több olyan kezdeményezés, megmozdulás szerveződik, amely tényleg azzal a céllal jön létre, hogy fölhívják a figyelmet, de mi a tapasztalat, hogy ez meddig működik, tehát hogy tisztában vannak az emberek a társadalom azzal, hogy önöknek milyenek a hétköznapok? Hát ez olyan dolog, hogy van, aki tisztában van vele, van, aki kevésbé. Ezért is szoktunk eljárni különböző intézményekbe, iskolánkba érzékenyíteni, vagy véleményt formáló előadásokat tartani. És akkor egy kicsit ezekről az érzékenyítésekről, ezek például hogyan zajlanak? Mi az, amit meg tudnak mutatni, mondjuk adott esetben az iskolákban a gyerekeknek? Az iskolákban attól függ persze, mennyi idő van rá, de durván, hogyha egy órába kéne megmutatni, akkor be tudunk mutatni jó pár olyan eszközt, ami a látássérültek életvitelét segíti. Mire gondolok, számítógép használata, a Fehérbotot a közlekedésben be tudjuk mutatni, hogy hogyan kell használni, az okostelefonok használatát, illetve egy pár kis játékos feladatot adunk, hogy az órukkal szagolják ki, szimatolják ki, hogy ez most milyen fűszer lehet, vagy a tapintásukkal meg kell mondani, hogy ez vajon milyen kis állat, vagy vakon sakkozunk velük, tehát ilyen dolgokat szoktunk csinálni. Ön szerint ez hatásos? Tehát mit tapasztal, amikor mondjuk egy iskolába másodjára, harmadjára mennek vissza, akkor a fiatalok tudják már, hogy miről van szó? Akik már voltak többször ezen az érzékenyítő órákon, vagy érzékenyítő napokon, azok igen, azok már kérik is, hogy na most milyen újdonságot tudtunk nekik hozni, vagy hoztuk a csörgőlabdát, hogy esetleg csörgőlabdáznának, egy kis versenyt játszanak. A korosztálytól is persze függő, mert hogyha egy általános iskola alsó tagozatában vagyunk, ott megint másképp kell, mint egy gimnázium szakközépiskolában ezt az érzékenyítést megcsinálni, vagy például egy döntéshozóknál végig csinálni ezt az érzékenyítést. Tehát mindenki egyénileg dönti el, ugye, hogy ő
mit szeretne, és miben szeretne részt venni. És akkor egy kicsit a felnőttekről, mármint azokról az emberekről, akik nem feltétlenül döntéshozóak, és nem fiatalok, akiket mondjuk az érzékenyítő programokba be tudnak vonni. Ők mennyire tudják, hogy mi az, ami adott esetben egy látássérült vagy vakember számára segítség, vagy esetleg valami, ami már, bár segíteni akarnak, egy kicsit túlzás. Van ilyen? Vannak ilyenek. Hát ugye honnan tudnák, hogy hogyan kell segíteni, és itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy akkor nagyon egyszerű, két kérdést kell föltenni a vaknak, hogyha észreveszük a látássérültet. Az első kérdés az, hogy segíthetek? És hogyha erre igen a válasz, akkor a következő kérdés az, hogy hogyan, vagy miben. És utána majd az a látássérült ember el fogja mondani, hogy most például a közlekedésbe tudna segíteni, vagy ha boltban van, akkor olvassa el a szavatosságot, vagy hogy ez tejföl, vagy joghurt, tehát ilyen dolgokban. Tehát segíthetek, és a második kérdés, hogy hogyan. És akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy Békés Csabán több helyszínen, akár például a Békés Csabai Jókai Színházban, akár pedig például nem olyan régen, amikor ide érkezett a megyeszékhelyre a Richter Cirkusz, akkor a cirkuszban voltak audionarrált előadások. Ezek mennyire segít, mekkora segítség mondjuk egy látássérültnek, hogy részt vehet egy ilyenen? Nagyon nagy segítség, hiszen egy olyan vizuális élményt tudnak szó szerint élménnyé tenni, lásd a cirkuszban, hogy ahol nagyon kevés a beszéd, ahol a látássérült, sőt még a vakember is élvezni tudja az előadást, ha olyan minőségű a narráció, hogy szinte olyan, mintha az ember látná maga előtt, mint mikor a rádióban hallgatott ilyen rádiószínház például, hogy ahol elmondtak mindent, hogy mit kéne látnia ugye a színpadon. Ugye ez van az audio narrált színházi előadásoknál is. Illetve a cirkuszban is. Mit tapasztal, mennyire jellemzőek az ilyen jellegű előadások? Ugye tudjuk, hogy itt Békés Csabán egyre nagyobb cél, vagy egyre jobban odafigyelnek, hogy minden évadban legyen ilyen jellegű előadás. Ez mennyire jellemző az országban? Ön mit tapasztal? Hál' Istennek Fekete Péter államtitkár úr segítségével ez egyre jobban terjed, a cirkuszi előadások. A színházi előadások audio narrációja is nagyon sok helyen, hál' Istennek, beindult. Egyre többen vesznek részt ezen az előadásokon, és egyre jobb minőségű narrációkat tudunk végighallgatni. Hiszen ez óriási segítség, még annak is, aki valamennyit lát, mert akkor ugye meg tudja azokat a dolgokat nézni, azokat a mozdulatokat, azokat a cselekményeket, amit ugye a látásában már nem vesz észre, de elmondják neki, hogy most például fölvett egy kis könyvet az asztalról, vagy letett valamit valahova, vagy mosolyog, tehát ilyen dolgokat, amit ugye nem tud észrevenni, azt ugye lenarálják nekik. És előtte történik még valami általában egy ilyen audio narrált előadásnál. Nézők láthattak néhány vágóképet, például a cirkuszi előadás kapcsán az imént. Történik az előadás előtt valami, bemehetnek a színfalak közé általában önök, legalábbis a legtöbb esetben. Ilyenkor mi az, amit átélhetnek, amivel nagyobb tapasztalásuk van, hogy végig tudják élvezni az előadásokat? Igen, ilyenkor egy kulisszajárás, vagy porondbejárás, vagy a manés bejárása van, ahol be tudják mutatni nekünk, ugye, ha színpadról van szó, ugye, hogy milyen a díszlet, meg tudjuk tapintani őket, közelről meg tudják nézni, a méretekkel tisztában lesznek ilyenkor a látássérült emberek, illetve a cirkuszban bemutatták azokat az eszközöket, most azt a gömböt például, amiben motoroztak, vagy amiben a biciklis hajtott körbe, hogy meg tudjuk nézni, hogy igen, ez milyen anyagból van, mekkora méretű tényleg, és akkor a viszonyulásunk a méretekhez, a helyszínhez sokkal jobb, sokkal pontosabb. De akkor térjünk vissza az eredeti témánkhoz, a Fehér Bot napjához. Itt nagy vonalakban már elmondta, hogy október 15-én mivel várják a békéscsabai, békés megyei embereket.
Ha még egyszer elmondaná, hogy pontosan milyen jellegűek ezek a programok, illetve említette, hogy két költőnek a műveit hallgathatják meg azok, akik erre az előadásra érkeznek, vagy erre a napra érkeznek, akkor ezt még egyszer beszéljük át, hogy pontosan mi fog október 15-én történni. A Békés Csabán, ez délután 3 órakor lesz, október 15-én a megyei könyvtárban, ahol két Békés megyei sorstársunknak a két műveit is elő fogják adni, azon 6 vagy 8 mű mellett, amit ugye országosan írtak a országos pályázatra a sorstársak, erre a 100 éves centenáriumi évre volt egy ilyen kiírás, és azoknak a nyertes verseit Budapesten és színes színészek adták elő, itt pedig ugye a Jókai Színház színészei fogják ezt tolmácsolni a közönség felé. És akkor egy kicsit a budapesti, ahogy említette, egyhetes programról, illetve a centenáriumról, hiszen 100 éves az országos szervezet. Miért fontos, hogy egy egész hetet szenteljenek a szervezetnek ön szerint? Hát ugye benne van a nevében is, hogy 100 éves, tehát nem minden szervezet éli meg ezt, hogy 100 éve töretlenül folyamatosan működik, és egyre több és több szolgáltatást tud nyújtani tagjainak. És hát ugye most, mivel ez Fehérbot hete, Fehérbot napja is lesz, próbálják Budapesten is elérni azt, hogy minél több embernek a figyelmét ráirányítsák a látássérült emberek életére, mindennapi munkájára. És akkor egy picit beszéljünk a mindennapi munkáról, arra irányítsuk rá mi is a figyelmet, amire a világnap is szeretni. Mit tudnak például az Egyesületnél megtenni a sorstársakért, hogyan tudják a mindennapokat segíteni önök itt Békés megyében, a Békés megyei szervezet? Ugye tagjainknak és azoknak a érdeklődőknek is, akik ugye érdeklődnek az Egyesület munkája felől, ugye legelőször is érdekképviseletet tudunk nyújtani. Különböző oktatásokat végzünk az Egyesület falain belül, de ki is megyünk helyszínre, tehát olyan sorstársakhoz, akik ugye nem tudnak közlekedni, mozogni. Mobiltelefon, okostelefonok tanítása, braille írás, olvasás tanítása, számítógép használatának a tanítása, főző tanfolyamokat is tudunk csinálni, jóga, torna, az Egyesületen belül, illetve a körzeti csoportoknál, a különböző városokban, ahol a körzeti csoportok székhelyi vannak, ott is vannak klubok, és ott is előadókat hívnak azokban a témákban, amit a tagságot érint, vagy amit a tagság szeretne megnézni. Kirándulásokat szervezünk, ismeretterjesztéseket és hasonló dolgokat. Akkor még egyszer mondjuk el, hogy miért fontos a Fehérbot napja. Mire figyeljenek oda a társadalom azon tagjai, akik szeretnének segíteni, hogy jól segítsenek? Hát ha utcán találkozik egy látássérült emberrel, és hogyha ráadásul vak is, akkor ugye az első kérdés, segíthetek? Második kérdés, hogyha igen volt a válasz, hogy miben? Mert van, amikor nem kell a segítség, azt udvariasan szépen meg szoktuk köszönni, mert ugye lehet, hogy már pont ott vagyok, ahova szerettem volna elérkezni, tehát nincs szükség a segítségre, és ha már megkaptuk a választ, hogy mégiscsak kéri a segítséget, akkor próbáljunk úgy segíteni, ahogy az a látássérült ember kéri, hiszen minden egyes látássérült ember, mint ahogy amúgy is az életben, a társadalom minden tagja, más és más, ki így, ki úgy szereti a segítséget. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített nekünk felhívni a figyelmet a Fehérbot világnapjára. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!